Köszönöm szépen a szót, és nem túl nagy meglepetésre én is Tilki Attila szavaira szeretnék reagálni. Úri módon nem a történet végén. Szóval a helyzet az, hogy bár Tilki képviselőtársam már nincs itt, de nem az a kérdés, hogy van-e drog probléma az ő választókerületében, vagy akár az enyémben. Az én választókerületemhez teljes egészében vagy részben 4 kerület tartozik, ebbe beletartozik a 8. és a 9. kerület is, és van drog probléma, és hogyha erről egy kicsit többet akar tudni bárki a kormány oldalról, nem kell messzire mennie, kérdezzék meg frakcióvezető urat, Kocsis Máté 8. kerületnek volt a polgármestere, de ha beszélnek vele, akkor ugyan kérdezzék már meg tőle, hogy miért lehetetlenítette el a tűcsere programot, de ebben most nem akarok nagyon belemenni. Tehát, hogy leginkább azt szerettem volna látni ebben a javaslatban, hogy hol jelenik meg, vizionális szinten legalább, az iskolapszichológus. Vagy hogy kifejezetten fiatalkorúak számára optimalizált drogrehabilitációs vagy drogprevenciós központ. De ilyet nem láttam, csak annyit láttam, hogy 12 éves gyerekeket, és erre vonatkozott a kérdésem, mert akinek volt 12 éves gyereke, az pontosan tudja, hogy nem lehet őket rehabilitációs céllal felnőtt drogosok közé küldeni. Azt csak csöndesen jegyzem meg a végén, mert hogy az idő megfogy, hogy azt én végtelenül szomorúnak tartom, hogy Tilki képviselőtársam ezt tartotta problémásnak a hozzászólásomban, és nem azt, hogy Mészáros Lőrinc a közbeszerzési törvényen keresztül gazdagodott meg és szerzett 9 év alatt 301 néhány milliárd forintot, és nem azt nehezményezte, hogy arról beszéltem, hogy a Fideszhez közeli gazdasági érdekcsoportok elfoglalták gyakorlatilag a teljes turizmust, a teljes Balatonpartot, és működtetik ezt mind a saját örömükre, és ez a költségvetés még ki is szolgálja őket. Ezen kellett volna fölháborodni a Tilki képviselőtársamnak, de ő azért nem háborodott föl ezen, mert tisztában van vele, hogy ez igaz. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr.